Fiatal Fuvolisták koncertjén. Köszöntöm továbbá a mai este főszereplőit, a Pécsi Művészeti Gimnázium, illetve a PTL Zenetudományi vagy Zeneművészeti Intézet Fuvola szakos növendékeit, és a felkészítő tanáraik közül Szelindi Zsuzsannát és Vasné Pap Viktóriát, bocsánat, valamint Forgó Györgyöt, aki zongorán fog közleműködni. A mai alkalom azért is különleges számunkra, mert a Zenés Esték a Tudásközpontban című sorozatunkban eddig kizárólag énekesek léptek föl, a hangszerek csak kísérő szerepet kaptak. Ez az első alkalom, amikor hangszeres szólisták is bemutatkozhatnak, és reméljük, hogy ez egy együttműködés kezdetét is jelenti, hiszen nagyon szívesen adunk lehetőséget fiatal pécsi muzsikusoknak arra, hogy bemutatkozhassanak. A mai este színpadra álló fiatalok a jövő héten a belgrádi nemzetközi fuvola versenyen vesznek majd részt. Most pedig azokat a műveket fogjuk hallani tőlük, amit ott szabadon választott darabként fognak előadni, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon szép zenei élményekkel gazdagodhatunk. Amihez nagyon jó szórakozást kívánok önöknek, és át is adnám a szót Barát Hannának, aki a Pécsi Művészeti Gimnázium drámatagozatos diákja, és a mai este ő fog konferálni. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Pécsi Művészeti Gimnázium fuvola szakasz növendékeinek hangversenyén. Elsőként Albert Périú Ballada című darabját hallhatják, előadja Baráti Lili. Thank you.
Concertini című darabját hallhatják Kántor Kata előadásában. Thank you.
fuvola versenyének második és harmadik tételét Szennai Rebeka adja elő. Thank you.
fantáziája című darabja következik. Előadja Csirke Mire.
Dutilleux Szonatina című darabja következik. Előadja Sebestyén Dorka.
percekben Frank Márten balladáját hallhatjuk Balázs Réka előadásában. Thank you.
koncertünk zárásaképpen fogadják sok szeretettel Stamik G-dur fuvola versenyének elsőtételét és Teobald Böhm Grand Polonaise című darabját Szigeti Emes előadásában. Köszönjük szépen tisztes figyelmüket, a versenyzőknek pedig sok sikert kívánunk! Thank you.